mondani valóban kézen állok folytatni az utazást. 3 hetet töltöttem itt Ámoriban, és ez alatt a 3 hét alatt sikerült összekalapálnom magam a törött elesett, törött csuklójú, elesett pislákoló pacsirtából a jól érzem magam, és minden rendben van, és megcsinálom a Dorjánnál. Minden nap csinálom a gyakorlataimat, új szokásokat alakítottam ki az elmúlt 3 hétben, és az egyik leghatékonyabb szerintem ez a légzés gyakorlatok, amit a YouTube-on rákerestek az Anamé programra, ott meg tudjátok, ott tudtok róla bővebben tájékozódni. Azt nagyon szeretem, én felszabadító érzés, ahogy így átlélegzem a testemet és rajta keresztül a lelkemet is. És ami még nagyon-nagyon tetszik, és ez kellett, hogy elérjem azt az állapotot, amiben most vagyok, az a naplóm. Bandás naplóm, amit csomót írtam bele, és ezen gyakorlom az őszintességet, hogy kiírjam magamból mindent, ami bennem van, és így jobban megismerjem önmagam, és a napokban beszéltem Bohémi barátommal, és még plusz erőre kaptam, megbeszéltük, vagy hát Imi közvetően átsugározódott belőm, hogy az állapota minden, state is everything. Csináltam is róla egy rajzot. The state is the quality of my present. Ez azt jelenti, hogy akármilyen állapotban vagyunk, olyan valóságot fogunk megteremteni önmagunk, olyan valóságot teremtünk magunknak és magunk köré. Tehát, hogyha így búspandaként tengetem minden napjaimat, akkor nyilván búspanda is leszek, és a state management, azaz tenni lehet az állapotért, hogy minél jobban érezzem magam, és növeljem a hitemet, és hogy igaz legyek, és hogy őszinte legyek magammal, és hogyha ilyen állapotban vagyok nap, mint nap, az hozzásegít ahhoz, hogy egy teljesebb, egy kiteljesedettebb, egy boldogabb, egy felszabadultabb napokat élhessek meg. Tehát nap, mint nap történik ez a dolog, és mivel ezeket gyakorlom már egy ideje, tényleg minőségebbi napokat élek, minőségi napokat töltök itt a Lámoriban, hálás vagyok ennek a 3 hétnek. Hálás vagyok Josinak. Hálás vagyok az embereknek, akikkel találkoztam. És megajándékoztak a jelenlétükkel, meg a mosolyukkal. Voltam gyógyfürdőben, voltam kirándulni, voltam angol órát tartani kisgyerekeknek. És közben folyamatosan gyógyultam. Úgyhogy köszönöm szépen Ámori, és köszönöm szépen mindenkinek. Hálás vagyok. Hálás vagyok a balesetnek, hálás vagyok önmagamnak. Jó élni. Nagyon jó már a csuklóm. Már így alig érzem, hogy elmegyek röngelre, kíváncsi vagyok, mit fog mutatni, de amúgy mindegy, mert így folytatni fogom az utazást. Tehát jól érzem magam jelenben, és vonzó jövőképen van. Azon kívül, hogy gyógyítom a kezemet nap, mint nap, meg az egész testemet, meg a lelkemet is, sokat szoktam azzal is foglalkozni, hogy pénzt szerezzek még hozzá a fotóim eladásával, amiről múltkor is beszéltem, és csináltam egy csomó kép, amit úgy során lőttem képeket, azokat így feliratoztam, szépen megcsináltam, és ezt szoktam árulni az utcán, és majd csomót eladtam belőle. Bírják az emberek, és Ez az egyik fő kedvenc. Meg a másik budapesti képet nagyon szeretik az emberek. Magyarország. Budapestó, úgy mondják. Holnap indulunk Josival a Macska-szigetre. Ez lesz az ultimate, legjobb dolog, ami mostában történt velem.
Van egy olyan sziget, ami tök kicsi, amúgy itt van 300 kilométerre tőlünk Tokió felé, de ami tele van, sokkal több macska van, mint lakos, és oda megyünk holnap meglátogatni, és onnan meg tovább Tokióba. És az a plusz dolog jutott az eszembe, hogy mivel most így eléggé megemelkedett az energiaszinten, be fogom indítani, ezt is Bolyai barátom inspirálására a Money Machine-t, pénzgépet fog gyártani, ami így online, még titkos egyelőre, de így fog egy kis pénzt hozni nekem, így hónapról hónapra, és az lesz az első. Az a célom, hogy augusztus 27-ére összegyűjjön $428, hogy elmenjek Amerikába a Burning Man Fesztiválra, ezt tegnap találtam ki, és teljesen tűzbe jöttem, és meglátogatjuk Josit itt a másik szobában. Hi. Hi. I'm just talking about that we are going to the Cat Island. Yes. Good morning. But today, and the last day, and we まあ今日で、まあ、ジャパニーズで、今日でアビとはここで住むのは青森は最後ですけど、またいつかどこかで会えることを楽しみにしてます。とりあえずこの旅が成功してくることを祈ってます。I hope your journey success. I hope. ありがとうございます。Yay! Thank you. Josi szuper jó fej, azt magyarázta, hogy azt mondja, hogy utolsó nap van. Itt a külvilág. És elköszönök, lehetek jók, és figyeljetek az állapotokra, és state management. Ezzel búcsúzom. Hello!